Bemutatnám a túratársakat, Barta Zsolt. Tebló nem indul. Másik Barta Zsolt, szia. Erre nézze? Barta Zsolt 2, Bencsik Tomi. És ez így a szép. Farkas Gabi. Kis zomboron vagyunk. És reggeli indításkor a Tamásnak ugye két tankja van. Rossz csapot nyitott meg, ugye az olaj lefolyt. A keverék olaj lefolyt, és lezabáltatta a karburátort olajja. Aztán elindultunk, aztán Sándor falva előtt nekem elkezdett durrangni a motorom. Aztán kiderült, hogy leesett a gyertyapipa. Úgyhogy pipa voltam. Na innen már itt a határ mindjárt. Volt élmény? Hát igen, a kizombornál, kizomborig elkísért bennünket a koromszabi. Így van. Egyébként Aradi vár. Aradi vértanú, ott ül az Aradi vértanú, nem engedett be bennünket. És... Köpettem a gyertyát, indulás előtt. Gyertya, nekem gyertyapipa. Tehát motorborulás. Odáig elmondtam, tudod, a benzinkúttal történt az, hogy ugye tankoltunk, fölborult a motorom. Kiesett a lámpája az autónak menet között. Nem problém. Ezek vagy csak... Úgy csak elhattam. Jó főkészített kis takarítás. Ebben vállalnád fúval. Azt de az utas esett volna ki. Milyen fékeset előtte, hogy a lámpa így kiesik, nem? Aztán jöttünk tovább, és akkor Szabit megcsípte a... Darázs? Zsolti. Jó, Szabi volt az előbb, Zsolti, jó, rendben. Lehet, hogy ezóta már Szabit is megcsípte. Úgy, földagadt a töke. Úgyhogy csajok irigyelhetik, mert megcsippentette a daráska is. Éppen ötszöröse a méret. Látod, így kell ezt csinálni, nem a szemedet, hogy... Azt tagadjon be. A cerkát. Úgyhogy itt egy kicsit aradom, még egerésztünk, mire megtaláltunk a várat, és hát fényképezni tilos. Ja, igen, Zsolti elhagyta a papucsát. De mögött. Ti meg felvettétek. Mi meg azt hittük, hogy elvesztetek. Jó, úgyhogy ettünk, ittunk, lejjebb vetkőztünk egy kicsit, megyünk tovább. A Maros partjánál vagyunk, 70 kilométerre vagyunk Dévától, és 3-1 van. A hely az jó lenne. Érdekes, hogy puha. Vigyázz, nem bírok fordulni. Valami annyira puha a kavics, ez érdekes. Mondd! Indult! Hello! Ali! Segíteketek, mert akkor elvisz a sodrát! Eljutottunk! 3:45 még nincsen egészen. És ott a Déva vára. Látom, tatarozzák. És hát nem nézzük meg a várat, hanem haladunk Zászebes felé. Sebessen! Na majd Sándor állítás után még egyszer leveszem! Sokkal kevésbé. Igen, le volt a hengerfej az előbb a benzinkúton. Tomi levette, majd feltette a kérdést. Sebesnél vagyunk mindjárt, egy 5 kilométer. Gyönyörű hegyek. Előttünk. A terv az már felborult, mert jócskán túljöttünk. Ugye Dévát se gondoltam, hogy elérjük. Ahhoz képest már Sebesnél vagyunk. Mi keresünk Sebesben egy boltot, ugye a vacsora meg a reggeli szünetek enyhítésére. Elkezdtünk szállást keresni, megpróbálnak sátorozni. De ismerős az a penzió. Hát itt már voltunk egyszer. Itt már aludtunk. Jó, a Zsolt is.
felismerte a helyet. A török csárda volt, ha jól emlékszem, török kamionos parkoló, valami ilyesmi volt. Sebesnél vagyunk, és ez itt a Sebes folyó, és itt a duzzasztója neki. Erősen keressük a szállás helyet, jól tudunk majd rányúlni, lehet, hogy el kéne menni a túloldalra. Hát menjünk! Nézzük már meg a túloldalt, hát ha van valami jó hely. Az igen. Azt kutya, mekkora súlya van ennek a gépnek, öcse. Szörgenyke. Na, itt lábat mosni. Hát a sátrat hova üssük fel? Hát ott a izének a helyére. Motor. Pont van egy olyan terep, ami kicsit... Ahol áll a motor, nem? Igen. Jó, majd elrakjuk. Ezt szerintem... A vízzuhogás az jó lesz. Tudom, hallatszik-e? Hát zuhogjon. Zsoltinak ott a zöld sátra, Zsoltinak ott a fehér sátra. Még itt elboldogolunk ketten majd. Tomival, ott vannak a hűtő, be a cuccok, és a Sebes város mellett lévő dúzasztónál befészkeltük magunkat. Kik? Hattyúk voltak, hattyúk. Már nincsenek. Igaz, hogy már elbúcsúztam. Az imént, de hát most is elbúcsúzok, hogy jó éjszaka. Hát több látom már. Van egy tök jó szerelőállás meg a kihozva. Az igaz volt, hogy ez a vízzubogás, ez végig kísérte az éjszakánkat. Fél hét van. És mi eltakarítottuk már a sátrat. Mert mi olyan ügyesek vagyunk, igaz Tamás? Nagyon ügyesek vagyunk. Itt van a kis tudós a kezembe. Az igen, hogy ki van lukaszva a dugód. Van is alatt a tömítés rendesen. Figyelj, ott a víz, nagy nyomás lehet. Nagy nyomás. Lehet. Nagy, az van rajtunk, nagy nyomás. Lemosni. És akkor mit találsz ott? Hát mivel, hogy senki nincs tűreszelő, még tű se. Kérem, a kettes aknára állt a gép. Napi élmények? Nagyon, nagyon jó kis napunk Mike. Volt. Jót fürödtünk a Marosba. Ha, úgy van. Az jót jó. Fürödtünk, az nagyon jó volt. Aztán Gábor csinált egy jó kis sztorit, hogy... Ja, igen, mert bementünk egy sziget. Hát mi volt? Az nem homokpad volt, hanem kavicspad. Kavicspad. Homokpadnak szoktuk nevezni, de ilyen kavicspad volt. Szögediesen. Így van, ilyen kavicsos volt. Már a bejutás is élmény volt. Hát már mindjárt lábat mostunk, meg Zsoltikán, meg cipőt. Aztán bent, hogy... Ja igen, hogy nem tudjuk beindítani a babetát, én egyszerűen mondom, akkor majd én bemutatom a berántás művészetét. És akkor lenyúlok, és felhúzom, azt így fönnmarad. Nem húzott ki, akadt a rúgója a berántónak. Úgyhogy az nekem mindjárt egy nagy élmény volt. Neked jó, hogy téged kérdeztelek, azt az én élményemet mondtam el. Aztán hogy hívják, Tominak is Zsoltikának elmeséltem, mondom, hogy érdemes betolni, hogy mondom, szaladunk vele, azt már mikor nem bírunk gyorsabban, akkor csak így megköllükni előre még, a motor. Még egy nagyot lükünk rajta így, erőbű kézzel, biztos, hogy beindul. Na biztos, hogy nem indult be, úgy kellett Gábornak betolni. A vizes papucsban nem tudtam fölgyorsulni. Zsoltik, neked mi volt a tegnapi élmény? Azt, hogy eljutottunk idáig. Jól motoroztuk. Eljutottunk idáig. Megkibásodás. Tomi, te hogy emlékszel tegnapi napra? A várlátogatás utántól. Csörgött a motorod. Erősödött benne a csörgés, de hát mikor már elindultam is csörgött szegényként, hát megkapta ez már beosztását az élettől. Persze. De hát... Tudjuk. De csörgött, hogy el ne aludjál. Azért. Most össze lett rakva a henge. Amikor már ide a hegyekhez értünk, akkor már kicsit nyugodtabb voltam, mert terheletlenül csörgött szerencsétlen. Itt, ahogy hegyek voltak, és már nem mentünk annyira, 40 alatt voltunk.
meg befeszült a dugó, nem kalimpált, mondom, már jó. Hát, ha most így szerelés után jobb lesz és nyugodtabb leszek, mert füldugó kellett hozzá. Az igen. Füldugó kellett hozzá. Az offroados gép most átment onroadba. Hegyi fölfutóba. Hegyi fölfutóba. Hát tegnapi napról akkor körülbelül ennyit, ha túl sokat meséltünk volna, akkor nem itt lennénk. Így van, nem baj, mesélünk. De azért, mert hogy nem történt olyan nagy baj, vagy olyan nagy sztori, ami miatt nem tudtunk volna így haladni, de 350 kilométert azért lenyomni. Csak így lehet, hogyha nem sok hiba van, de jó kis kalandos volt. Nem soká indulunk. Gyönyörű helyeken kanyarog az út, Sebes nevű kis falu, Lük utcáin. Háj, de nagyon penge. Valóban olyan, mint amilyennek mondták. Lázer. Egyre kevesebb ilyen Dacia-t lehet már látni. A ronda, hogy már szép. Jaj, de szép, hogy süti a nap, fel a hegyet. Nagyon jó. Itt a Sebes folyó mellett megyünk folyamatosan. Itt egy újabb duzzasztó. Jó néz ki. Lehet, hogy nem az enyém a legerősebb. Itt a duzzasztott víz. Hogy átvértem alatta. Vannak a kempingekben, a panziókban. Jó, sokan. Egyik falucskában megálltunk hirtelen felindulásból, illetve már több helyen megálltunk. Így van. Ugyanis kellene egy kis levegő. Mert a hegyi levegőt szereti a Zsolti. Igen. Elég volt a vásárhelyi levegőből. Ez egy kis friss hegyi levegő. Kell egy kicsi a kerékbe. Ez a Gumis bácsi meg azt mondta, hogy jó napot kívánok magyarul. Olyan hűvös foltok vannak, hogy majdnem fázok. Na, most melegszik már a levegő. Ó, hát itt már jó meleg. Hoppá. Jó napot. Lángos helyre. Na akkor teszem a dolgom. Mi a dolgom? Az komoly. Jaj! Ú, baker! Nagyon komoly. Lépcsőre lehet menni. Assza mindenit, úza magas. Nekem ez magas. Hát, babszikálva ide is eljutottam. Azt mondja, hogy király fotelje van, figyelj! Átmentünk rajta. Ott volt az, hogy a húfalba be volt állítva a Simpsonban. Ott is ez volt. Nagyon menő. De jó volt, mert ugye... Pest megyéből jöttek, Gyömrőről. Akkor még találkozunk. Abba a betták! Nyúlnak fölfelé a hegyre! A hügyre! Ekkora lapú levelek! Azt a vécé! Jaj,
sebes mellettünk. Könnyű neki, ő lefelé megy. Aj, de jó. Kanyarog az út dombokkal. Hát, nagyon finom ez az út. Sztárok sztárja, a befutó, a világhírű, a mindenhol ismert, Gábor! Beszarás! Ilyen nincs a világon se! Hello! Szia! Nem hiszem el! Itt összefutunk a Transalpinán! Meg se beszéltük, mert annyira ezt nem jöhet össze. Szeged. Yeah, but you want to go on Transalpina with this? Yes, yes. And Fogaras. You're not crazy. No, no. Nézd meg, nézd, nézd. De nem is normális. Ah, Gyurikám. Ki vagyok akadva. Oh, thank you. Oh, megyünk oda vásárolni mindjárt. Ó, basszus! Szuper, szuper botosan! Ki kéne támasztani valahogy, basszus? Jó, ez így! Térdelj le! Így teljesen jó! Mindenki hülye, aki nem normális! Jaj, basz meg, jaj! Jó, van, megvan! Megállhat magától is. És nem gyorsul annyira, mint a másik. A duzzasztó! Megint csak egy duzzasztó. Tele vagyunk duzzanattal. Hát a fák vagy Gyuriék megleptek. Meg mi is őket. Megleptük egymást. Na innen már nincs olyan messze. A csúcs. Hajrá, hajrá. Az igen. Hello. Egy kis jambori. Lehet bérelni hadokat. Enni, inni, csielni. Rengeteg ilyen beszögelés van. Rengeteg. Egyik éri a másikat. Óriás ez a duzzasztó, hallják. Még motorra is milyen hosszú hát, még gyalog. De szépen csörgerezik a sebes. Hát gyönyörű. Az alpesi beütése van a dolognak. Nyilván van, honnan van mit tanulni. De akkora jó, ha valaki meg is valósítja. Székely kapu. Gyönyörű fenyők. Szép íves út. Annyira jó el vannak találva az ívek, a magasságok. Nagyon jó. Aj, de gyönyörű.
hajrá, hajrá! Ringatúra! Nincs még felszerelve a sebváltókar. Így nem tudom visszarakni egyesbe. Ugye, hogy? Fogsorcsere! Hát biztos, hogy nem lesz sok egyébként. Már hogy értem, nem lesz sok? Távolságba. Akkor fölrakjuk a váltót. Kis tűgörgőt. Megolajozva. Aki nagyon kajabál. És tenni kőbe egy kis olajat, mert majd lefelé meg bringa módba fogunk jönni. Igen, most nem is olyan meredek. Ott már, ott van, van. És akkor egyes. Béláim az Úrban! Azért az egyes is oda piszkál. Hattal bírunk menni. 18. Jó ez, jó ez. Nem volt kiírva, hogy hány százalékos az emelkedő. Úgy is rájössz. Körülbelül, hogy tartom a fejem, az a vízszintes lehet. A fejembe a víz. Mutatta káposztalé. Ahogy a Kobrankó videójában is már mondta, hogy de csak ez eljön az a rész, ahol a zöld határ van. Valóban elkezdtek gyérülni a fák. Sokkal kisebbek, csenevészebbek. Üres játék. Két hegy közt a leggyorsabb út a lejtő. 64. Ja, igen. A boldogtág, eddig tartott a boldogtág. Jön a murva. Le van murva. Pofátlan rohadék. Azt mondja, megvárlak. Megvárlak. Lefilmezlek. Na jó lesz ez a murva. Jambori van. Öcseim! Öcseim az Úrban! Mi van? Lenne valami árnyékot nézni, ha más nem, szélárnyékot! Elő! Agyalok! Agyalok! Azon agyalok! Hova mennek a magyarok? Mit vesztettél, Zsoltikám? Nem, mit keresem? Mit keresem? Hát gyakorlatilag
Ez egy óriási nagy tehetség, hogy valakinek ilyen... Ugye ennyire penge vagy. Ilyen nyugalom. Ez nyugalom. Más ezért sok pénzt fizet. Pszichológusának. A pszichiáterné. A pszichológusnak. Micsoda jó kis dzsembor, értse. Kell lennétek? Hülye civilizált világ! Az! Azokat a gyönyörű hegyeket, te! Hiii! Ha, nagyon gyönyörű, nagyon szép! Új, de jó, szevasztok! Ő az! Babetta! Ez a Babetta! Ah, nem semmi! Ez a Zsolesz! Nyomjad! Jobbos kanyar, igen, ott hatalmas kanyar volt. Leesett a lánc, most gyorsan fölrakta a Tomi. Mehetünk? Vagy jöhetünk? Nagyon baj, sose legyen. Meg is lelopta a láncot. Nem tudom, látszik-e, ott vannak valahol. Hello! Ő van! Meg mindjárt mink is. Ja, van bicikli út is. Na jó. De ha pedál bejátszik rendesen. Nagyon Grossglockner-es. Anyáját neki! Hoo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 o
Szevasz, Rakó! Hallod, ezt nem lehet becézgetni! Az alpinát, hogy alpinácska! Ez nagyon kemény! Ez nagyon kemény! Magyarok! Magyarok vagyunk! Az is egy magyar! Jó van. Hajrá! Több eszik van mi nekik, mert nem menne sehova.
a Jambori! Mit találták? Tomi! Hogy? 12! A fogasféréssel! Na, nekem nincs több útja, tolom! Ennyi. Viva! Hoppa! Elrúgta a láncot. Jó sokat mentünk egyszerre. Jaj, hát nem szállt a fejünkbe. De ezt hazavisztünk. Tudom, hova rakjam. De rakom a kajásba. Kőkenyér. És ezt kiszáradtam. A hülyék, tovább. Elnevetek itt. Hello! Éljenek a babettások! Éljenek! Igaz, hogy alig éljenek, de... Nem baj. Ó, ember! Ó, de kicsikadtam! Felhozott a babettám. Gratulálok! Mind a babettának, mind a társaknak, Zsoltékra nagyon lemaradtak. Megszenvednek ők is. Ilyen forgatag van itt az Alpin tetején. Na igen. Kajáztatok? Kajáztunk. Jó. Persze. Háromszor ledobta a láncot. Az aztán az agyom az íjat. Nem, herosziaszt. Aztán izével, lánckiütővel kiütöttünk, rövidebbre vettük, hogy ne dobálja le. Az igen. Az igen. Aztán ezen is rövidebbre akartunk venni, mert ez is ledobta, addig nem, utána már az is ledobta, de ezen már nem lehetett rövidebbre venni, mert elő volt a tengely. Mindegy, kővel ütötte Zsoltika, úgyhogy a kiütőt, mire kiütöttük, minden görbe volt, érted, nem tudtuk volna, de aztán megoldottuk. De mondták, hogy itt vagytok lent a Zsemboriba. Igen. Lent a Zsemboriba. Ott kajáztatok? De hogy kajáztatok? Hát szeretünk végig. Hogy hát most mondtad, hogy kajáztatok, én hát meg komolyan vettem. Hát ti mondod, hogy kajáztatok. Mi még megkajáltuk, hogy mi kajáltatok. Bekajáztuk. Bekajáztuk, meghűjtettél. Jó van. Egy nulla. Kajáz... Eddig végig szereltünk. Hát én milyen tiszta kezem. Leszapogathatom. Megnézem Zsoltikát, mert olyan volt, érted, hogy ez egy barmok, érted, megáll a kanyar közepén. Érted? Hát azt hiszi, hogy mindenki onnan el tud indulni. Ja, igen, igen. Igen, igen, elvárják azt, hogy tűnj el, vagy... De ő megáll előtt, a kanyar közepén, igen, az igen. Hát tényleg így van, hogy semmi tolerancia némelyikben nincsen. Hogy általában vannak, persze nem probléma. Tehát néha, amely, igen, néha melyik hülye, az nagyon hülye, ez a baj.
egy készfogást tudsz. Oh, megegyeztünk. Egy Valvrek, ura ügyesek vagytok. Szeghalom, Békés megye. Szeghalom, Békés megye. Jó, te pólódon van valami érdekes szemek hát, ugye? Aha, a gyerekek játszva tanul, a felnőtt szórakozva. Na az, hogy mi van itt, az félelmetes! Elindultunk lefelé! Kiüreseltünk egy darabon! De azt egy akkora hegymászás van, hogy az valami hihetetlen. A Grossglockner simán egy az egybe. Simán. Veszem neked ebéd. Megmondom, mi az őrület! Ez azért van, mert Zsolti lassú. A limón, meg mi minden. Legurultunk a... Ah, ott van fönn a torony. Hát, ha lássátok, akkor jó a szemetek. A háztető felett a hegytetőn tetején. Jól megmondtam. Erreáig legurultunk. Hú, ez nagyon jó volt. Jó stankolásünk. És megyünk is tovább. Honnan jöttetek Magyarországra? Honnan? Én Szlovákiából. Te vagy a Szlovákiából. És honnan jöttél? Nyíregyháza. Nyíregyháza. Gratulálok. Jó van. Szuper fiú. Úgyhogy a magyar tesók. Nagyon jó. Ez nem Babetta. De, ott van. Akkor csak hallottam valamit. Azt terveztük el, hogy a transz Alpin után megpróbálunk átjutni a transzfogarasra, legalább a hétszére, és pedig azt az őrültséget találtuk ki, hogy a Dracula Camping lenne a célpont. És most itt az összekötő úton beleszaladtunk egy jó erős emelkedőbe. Úgyhogy a Zsolték fogaskereket cserélnek lent. Te mit csináltál? Betettem a patencemet. Patencem láncáttétel. Hát ez a leggyorsabb. Aha, igen. Vannak még ott kanyarok, tehát az nem vízbű van benne a kanyar. Persze. Emelkedő, onnan megint izé szerpentines. Hát lesznek trükkök, persze. Akkor mink jövünk? Árradgyes udvar helyen vagyunk. Egy kis átétel, igazítás. Egy kis tankstelle. Egy kézmosás, egy fütyi-mütyi, meg egy néhány kutya. Na ebből vihetnénk haza, azt a leghátsó te. Azt nekem pont jó lenne. Lehet, hogy az a kis kutya, ami... Emlékszel? Úgy lett így megnőtt, az ide eljött. Árgyas udvarhely, 20 kilométerre vagyunk a Dracula Campingtől. És feltesz szándékunk, hogy ott nem fogunk aludni. Mert diszkó van, szombat van. Nem válogatunk. Kus! Örülj, hogy luk van a kipufogódon. Majdnem elindultunk. Bicaj látsz, meg lekéreszkedett. Kivette éves rendes szabadságját. Nem mönt föl. De főmügy. Nem mönt föl. Majd főmügy. De úgy jött le, hogyha nem megy föl. Aha. Hova? Babettával ilyet nem lehet csinálni, hogy eljutunk valahova, már pedig azért is,
lánc leesett, tankolni kellett. Azon kívül ugye átétel kellett cserélni. Ez átétel csere ugye az a jár, hogy egyszer csak elkezdünk rohadtul lassan menni, akkor is, amikor már mehetnénk, mert az út engedné, igen, de az áttételt most visszacseréljen meg én, vagy ne cseréljen, vagy mit csináljak. Annyira elmegy az idő, és el akartunk jutni mindenképpen ide a Draculához. Hát, én láttam egy-két kempinget, mondtam is, hogy nem olyan fontos nekünk ide eljutni. Tehát Kobranko után szabadon meg, hát eszem már voltunk itt. Akkor most miért ne legyen jó másnak is. Az éjszakai húogás, meg a diszkózene. Na, remélem, pár kilométer, azt ott vagyunk. Az előbb gyors meg kellett állni, kabátot felvenni, mert hegyek között vagyunk, és hirtelen leesett a hőfok. Sötétbe tapogatalóztunk. Ez nagyon aranyos. Ho, hey, ho! Hello! Sziasztok! Thank you! Na, Dracula camping! Hello! 30 late one person. 30? 13? 30? 30, yes. 30, yes? Yes, 30 lej. 724 people. Azt mondja, hogy 10 lej, 8, 8 or 3, 24, 2400 forint per fő. Okay, come inside, please. Jó. Ő a drakutya. Az egyik drakutya. Kutyák abszolút nem hagytak bennünket aludni. Brutális volt. Köszönjük szép. Miért nem hagytál aludni bennünket, mi? Ott meg a másik. Hol emlékszel a tegnapi napra? Fú, nagyon kemény volt. A nagy volt. Hegymászásra. Nagyon kemény volt. Úgyhogy nagyon, nagyon sok olyan dologgal, amit nem vártunk. Igen. Hát, dehogy nem. Ezt vártuk. Zsoltikának leesett a lánca. Utána vártam, nem jött, visszamentem, de aztán, de már akkor egyszerűen már fölrakta, ki kellett venni patentszemet. Ki kellett venni patentszemet. Na, aztán, nem volt kalapács? Nem volt kalapács. Kővel ütöttük ki, meg kis dornival a patentszemet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Aztán elindultunk, akkor az enyém esett le. Abu patenszemet már nem tudtunk kivenni, akkor hogy hívják, de már fogaskerekünk se volt kisebb, hogy fölmenjünk. Na akkor motort cseréltünk, mert Zsoltik a 10 kilóval könnyebb. Így kell lefogyni. És akkor az én motorommal föl tudod jönni, de a Zsoltiká egy kicsit erősebb. Én a 10 kilómmal fölhozott a hegyre, a Zsoltika meg az én motorommal, mert még fiatalabb, jobban tudott vele futni, jobban lendületet bírt venni a hegy előtt, vagy ott a emelkedő előtt, azt így fölértünk a csúcsra. Így értünk fel a csúcs. Máskülönben, hát nem tudom, nem azt mondom, hogy esélyünk se lőtt volna, de sokkal hosszúbb tolással tudtunk volna fölmenni. Ezek a rövid áttételek meg nyírták a motort kifelé. Utána, amikor a hegyről lejöttünk. Igen, nagyon pörgött. És nem tudta az ember, hogy mikor, hogy hívják. Most erre az utolsó 40 kilométerre simán visszarakadtam volna egy hosszabb áttételt, de már úgy voltam vele mostan, lehet, hogy 2 kilométer múlva mögén emelkedő lesz. Szóval ez nem tudja az ember. Nem tudja az ember. Nem tudja. Jó nagy etap volt. Jó nagy etap volt. Ahhoz képest igen. Tehát a 250 azt hiszem. 200. Hát úgy 250, hogy lejje fölé. Miért? Lejje fölé. Benne az összes az, nehézsége. Az. Ja. És te Zsoltikám? Mesélj. Hogy emlékszel a hónap, vagy a tegnapi nap? Tegnapi nap? Élményekben gazdag volt. Nem mondhatod azt, most nem történt semmi, csak motoroztunk. Igen. Az itt már történt valami. Tettétek dolgok. Jó. Mi maradt meg? A szerelés. A szerelés? Megmaradt. Levelted a kezedet? Nem.
Összeolajozni a rekedet? Úristen, most mi lesz? Mindenki meg fog halni. Mindenki meg fog halni. Igen. És te, Tomi, hogy zártad a tegnapi napot? Reggel henger. Nem biztos, hogy kamera képes. Reggel henger torna. Ja. Hogy volt a tegnapi nap? Aztán te nagyon fürgén mentél fölfelé mindenütt. És ma reggel is azzal fogunk kezdeni, hengertornával. Aj, nem áll. De. Ciripelést be kéne szüntetni, mert elég szar hangja van neki. Leveszem a hengerfejet. Csak a hengerfejet más nem. Most csak ilyen, nézzél. Tudod, a henger az már készen van. És a tegnapi élménye, transzalpin élmények? Mi maradt meg? Legjobban mi maradt meg? Semmi. Nem maradt meg semmi? Boldog ember. Visszamenjünk? Visszamehetünk. Gyerünk vissza, mert az élmények ott maradtak. Jó. Még Tomi még leveszi a hengerét. Akkor a kora reggeli, tudod, pisi, büfi, kaki henger le. Koromtalanít. 60 kilométert írta a Biella-tót. Most indultunk el. Amit látszik is, nagyon jó idő van, 22 fok. Azt a mindenit tegyem. Tekerem, csavarom! A duzzasztó! Csodálatos! Emellett a hatalmas duzzasztott tó mellett fogunk nagyon sokat menni. Igen, igen. Azt hiszem nem ezből van. Gondolkodtam, hogy majd valahol csak meg kell állnunk, mert hogyha ezek az emelkedők jönnek, akkor előbb-utóbb úgyis ki kell cserélni az átvételt. Jó, mondtad az előbb, jó. Igen. Ha előbb-utóbb jönnek. Mert amíg itt a tó mellett jönünk körbe, mert ott is majd el az... Igen. Addig tartjuk a vízszintet, addig jó, de a tó fölött kezdődik majd a műsor. Így van, így van. Kanyarok gyönyörűen az út. Azt a kurva. Maci Laci. Leesik le egy gyertyapipa. Ugye magát, azt leesik egy gyertyapipa, nem? Reggel induláskor leesett a gyertyapipa. De miért is? És
és úgy gondoltuk, hogy szerelünk egy jó ízűt. Mindenki áttétel cserél. Olyan, mint a kórházban, hogy áttétes a műtét. Csak sikerüljön a műtét. Én is áttétel cserélek. Van egy ilyen satykája neki. Azért szoktam fölrakni, hogyha elveszik, kilövi a bicikli átváltót, akkor minden estől repüljen el, nem meg lehessen találni egy darabba megban. Hát, a kutyafáját. Hát, ez nagyon tuti. Erre mondják, hogy mindenki hülye, aki nem normális. Na, meg voltak a fogaskerékcserék. Negyvenkét kilométer. A jobb lett így, egyértelmű. Egy foggal kisebb van elől. 12-es. És ami nagyon-nagyon érdekes, a másodjára vagyunk itt, és lekopogjam. Süt a nap. Tiszta az idő. Hát a túloldalon is ilyen lesz, az nagy kincs lesz. Fotózás, videózás szempontjából. Most már elhagytuk azt a nagy duzzasztót. Vannak is emelkedők. Volt tekerős is, meg visszaegyes is. Vannak ám gyönyörű hegyek, oda néz. Szatymazi havasok. Azt a gyönyörű. Na, de szép. Ha nem is Niagara. De jó. Lehet érezni a számba a víz friss illatát, ízé. Jaj, de jó illata van. Jó! Azt a mekkora monumentális bukli. Gyönyörű. Hát bizony egyesbe kell jönni. Őrület az a csúcs! Hát az csúcs! Még az a tusoló! Mit csinál, mondta, hogy menjek. Nem mondta, hogy hova. Jó, tények elhúztak. Mindjárt Tomi is elfog. 9 kilométer. Biellató. Balea. Az a csuda hegy. Nagyon komoly. Ott van némi hó. Volt, ha jól látom. De ezt a drótkerítést akartam mutatni, hogy szallakorlátot jól megoldották. Zóna piknik. Ezek a piknikek nagyon tetszenek. A vízesése.
Hello! Azt beszéljétek meg! Hogy csináljuk, Gábor? Vagy esetleg, hogyha mit tudom én, most többen vagyunk, tudunk rajtad annyit tolni, mert egyedül nem tudok, de... Mégis miről van szó? Arról van szó... mi? Nem, hogy nem akarunk... Hanem itt is például beállt a forgalom, nem tudtunk menni. Elvesztettük a lendületet, és innentől már nem kap lendületet. Érted? Ha ugyanígy beállnak valahol fönt, érted? És nökölállni, nem tud elindulni. Hát itt most van egy kis egyenesebb szakasz. Van, van. Hát de most azt mondta, hogy megtoljuk, hogy elkapja a lendületet. Hát meg hát. Hát az egyesélyed van. Neked van annyi kraftod, én el tudok menni. Tolj meg, tolj meg, fater. Egyedül nem tudom megtolni. Lábban meg tudod. Nem tud, annyi nincsen. Főhúzni nem tud. Mindegy, mindegy. Úgy csináljuk, hogy hívják, hogy amikor éppen mostan nincsen autó, Zsoltik a mögtolengőmet, mert mögölött állni. Mögölött állni, mert állt a forgalom. Állt a forgalom, világos. De ha megint ott megáll a forgalom, akkor... Hát most látod, egy darabig nem fog. Elnézést! A Jambori befékezte a csapatot. Espanyole. Megy a Zsolti Franco, egész fönn van a kanyar. Jó. Na, az igen. Jöttünk valahonnan, megyünk valahova. Pavetta túra! A szládóját neki! Az komoly! Ó, lehet, hogy ott megyünk, biztos is! Az anyja! Ha-ha! Hű, vettácska! Azt a mindenit! 5 kilométer. Ide néztünk föl az előbb. Most meg lenézünk. Csodálkoznak az emberek, én is csodálkozok, megmondom őszintén. Még a túloldalra. Hát megbabettáztuk rendesen. Egészen lentről láttuk. Vannak a hófoltok. Hát ez aztán igen. Ennál valami. Hát nem csak mi másztunk hegyet, úgy látszik, hanem más is. Kedves kapott a hegymászáshoz. Hajrá, hajrá! Hello! Köszi, thank you! Hello, just... de hideg van! Aztán fúj a széllyel, és nagyon hideget fúj. Pillanat, akkor elmondhatjuk, hogy ennek a túrának a lényege az volt, hogy transzalpin, transzfogaras,
meg hogy hazaérünk, nyilvánvaló. Hát ebből úgy néz ki, hogy a fogaras is bejött. Hát igen. Jaj. Hello! Haha! Milyen volt az utolsó pár kilométer, Gábor? Nagyon király! Én egyesbe jöttem, 18-al. 18-al. Gond nélkül. 30-al, mert ott él a henger csak. Ott kellett tartani. Akkor mindenki nagyon király volt. Még jobban. Ne rakj standerre. Ne rakjam standerre. Igen, mert elküldtek engemet is ide, csak mutattam, hogy még a befutókat bekamerázom. Mondták, hogy nem lehet megállni. Tudod, arról szól, hogy lóvé, lóvé. Csinálj már képet. Csinálom. Veszünk hűtőmágnest. Itt vagyunk a fogoras transzalpin túrán, babettákon. És kitűzött terv sikerült már meg. Ugyanlök. És van egy kilátásunk is, hogy, hogy mi lesz a következő pár kilométer. Ott van Szatymaz, látod? Tényleg ott van. Nem. De jó. Ha jobban megnézed a Babetta Adria túra tartta. Beajajajajaj a tó. Én csak BLR-nek szoktam nevezni, mert könnyebben kicsúszik a számon. Hát Isten értesse! Mindenkinek így váljanak valóra a vágyai. A tervei. Tudod, Babettával fel lehet jönni. És Babettával fel lehet jönni. Hát igen. Arról is. Jöttünk erről is. Hát már csak a végét látjátok, a Schwabét. Németországból jöttek a Simpsonosok. Babetta Adria túra. Mik vannak? És ott, ahol néhány éve fölfelé szenvedtünk, itt most legurulunk bringa módba. Én mennék. Hol akarsz megállni? Ahol? Lakóautó, jó. Hát csak hagyj ereszem már meg. Igazándiból csak az áttételt cseréljük vissza, mert innen már talán csak nem kell erről könni lefelé. Nem, áttételt így tudunk módosítani. Fölfelé nem jöttünk. Hát 14-jel jöttünk fel a hegyre, 14-jel megyünk le. Ennyi. Nincs sebességváltó. Hát föl nem jöttünk. Az otthoni kerti babetta, vagy ahogy megyek a falusi babetta, nem gyűl föl ide. Hát de ahogyha te kered. Akkor sem gyűl föl, hát hogy gyűlnek föl. És megkezdjük a legurulást. Micsoda öreg gépek! Csehek! Megy a felvonó. Ja, lesz egy buszunk.
szembe egy autó. Még egy. Yeah. Sorry. De még mind föl is lett véve kamerára. A hülye. Hát a följutás is egy élmény volt. Meg ez is itt egy élmény. Igen, igen, van egy kis hatásszünet. Vagy tekerni kell, vagy beindítani. Nida, nida, nida he! Nida he, kezd gyorsulni! Van ám egy alföldi kilátás. Van ám most. Azt a hiszen. Negyed órája gurulok lefelé. Nagyon-nagyon élvezem. Mit agadás. Meg mindig gurulunk, annyira jó. Mögát. Akkor veszek egy vizet. Szeben felé megyünk 40 kilométerre van innen. Győzök betelni vele. Annyira szépek ezek a hegyek. Meg hát. Babettám. Meg a többiek is. Láttam egy ilyen nagy felületű ponyva reklámtáblát. Közel értem, észrevettem, hogy valamik lifegnek rajta, hát kis lifentjük voltak kivágva, elég sok. És hiszen nem értettem, de azt most már értem, hogy amikor olyan nagy szél elkezdi fújni a táblát, akkor ezek a lippentyűk kinyílnak, és engedik a levegőt átáramlani, nem veszik el annyira igénybe a tartó szerkezetet. Szeben? Szeben szerint igen. Innen tudjuk, hogy nagyváros. Ahhoz érkezünk, de alacsonyan szállnak az utas szállító repülő. Ott meg egy nagy kutyus ül a ház tetején. Műanyag kutya. Szebenben vagyunk. Lehet, hogy nagy Szeben, ugye? Most itt nem néztük meg a térképet. 8%! Na lássuk a medvét! Szokásos látkép. Kellemesen le vagyok maradva. És a tetején 10%-os lefelé. Na, de egy nagyon jó följön. Brutális szélbe megyünk. Már vagy egy óra osztálya. Lögdős bennünket minden irányba. Sebes 24. kilométerre van még. Olyan, mint az ötös nálunk. Tehát, hogy megnyílt a stráda itt mellette, elvonzotta a forgalmat, itt a kutya sincsen most már. Jó étvágy. Ó, akkora sajtadok. Kisegél. Van kuna? Gáborkám, az előbbi rossz vicc volt, hogy van blokkod. Mindig elraktam a blokkot. Babettás leves. Már ránk fér. Sebes előtt vagyunk. 15 kilométerre körülbelül. Sebes totál első este aludtunk.
kilométerre se vagyunk, 9-re vagyunk Sebestől. És a Zsoltika junior lemaradt. A kajálás után is voltak gondok. Akkor a Zsoltinak nem ment jól a motorja. Akkor jól lemaradtak, akkor utolértek, akkor most a Zsolti maradt le. Az öreg Zsolti meg jó, elment előre. Nem tudjuk. Zsoltika hívott, hogy kis Zsoltinak megállt a motorja. Gondolom tekeltette, aztán a biciklilánc leesett. Aztán gondolom belefújt szél a kamerába. Aztán ugye tudjuk, hogy nem olyan egyszerű visszarakni a láncot, szét kell urasztani a patentszemet neki, és akkor visszament Zsolti ezeket megcsinálni. De ha meg is csinálja, kérdés, hogy indul-e a motor, vagy miért állt meg. Úgy látszik, a helyzetjelentés élőben fog menni. Halló! Gyertes úszót! Összeütötte a gyertyát a dugat, képzelni. Az igen. Ilyen már volt? Ilyen már volt. Emlékszem, mikor döntünk a tekesnek görögbe. Igen. Akkor volt olyan, meg leesett a lánc, akkor elkezdte, hogy betekeri oda félre. Na, oh. Mert ez meg megszívja magát, ennek tudom az a rendben, mehetünk. Hú, de jó! De nagy bevásárlókosár. Arra mentünk a fogarasra. Ezt mondtam neked, ezt a bevásárlókosarat, hogy itt fordultunk jobbra. Tehát gyakorlatilag most értünk körbe. Most értünk körbe a két transzot. A transzkört. Így van. Nagy dolog. Olyan, mint a kakálás. Már elnézést. Miért csak alá kéne ügyletenni egy alátétet? Hát de miért ér bele? Hát már annyira kicsi a hengerfej, már el van. Na jó, de eddig nem ért bele. Hát, mi változott meg? Szerintem mi tud elrébb jönni? Vagy a hajtókar, vagy a dugattyúnál, csapszög, valami, hogy följebb tud jönni a... Papapapapam, déva előtt 40-ne. Időszámításunk előtt. Ez nincs összeütve. Nincs. Csak ott van rajta olyan fémrücskök, látom? Ajaj. Vagy a menetből jött ki? Nincs közte semmi. Nem közte, ja, ott itt a szélén. Igen, vannak ilyen darabok. Jó meleg, tessék, te is sütögessed. Ez volt az előbbi. Ezt ütöttem meg. Hát tegyétek, arról át az átétel. Hát, az átét. Bent van a akkor tügörgő. Ott is vannak ilyen sünik. Tügörgő vagy hajtókarcsapány. Ez a forró. Ójaj. Ójaj. Na, akkor megvan, hogy kit kell húznom. A terhelés most meg lesz. Nem egy terheletlenül a motorod. Hát ha hallatszott a hangja, már régóta olyan rohadtó recseget ropogott, hogy... Levegyem azért a hengerfejet, vagy teljesen fölött? Nyugodtan levehetett, teljesen mindegy. Nem, kész. Na de... Annak meg kéne mozdulnia valahogy, nem? De ez megszorult. Ez itt megszorított. Az ott megszorított a mög, még lehet, hogy belül is van, még az átömlőnél, vagy ez valami. Szétdobta az egész. Jó. Mentést akarsz, és te is itt maradsz, akkor olyan mentő kell. Aki két embert el tud vinni, két motort el tud vinni, és akkor esetleg mi megyünk tovább. Igen, értem. Vagy itt marad ő egyedül. Mert már hát... Igen. Nem tudjuk. Vagy itt maradunk mindnyájan, aztán megszereljük. Csinálni nem tudjuk, ez már biztos. Én mondtam a legelején, hogy túl sok kilométer van ebben, lehet ezt is átmérni. Én mondtam, hogy van főtengely. Hengerdugó. A
Azért biztonsági övben, hogy biztonságos legyen a vontatás. Hát akkor megpróbálunk a következő faluba egy panziót szerezni. A korom Szabolcs, aki elkísért bennünket babetájával, hol voltunk, a Makó előtt, kis zombor. Szerencsére ráér, nem az autómentővel, hanem az én saját autómmal fog, ha minden igaz, lejönni és hazavinni a Zsoltiék motorját. Jó kis sztori lesz, csak találjunk egy panziót, ahol be tudunk vackolni. Ott nagyon messze egy pici kis fény, talán a Zsolti. Elindultunk, de szerintem az ő motorja nem indult el, vagy én nem tudom. Déva 35. És tulajdonképpen itt ebben a kis faluban lenne egy penzió, ugye penzió? Camping. Nagyon jó a camping. Na, tökéletes. Ugyanazt csináltam, mint az előbb. Nem akartam fölkapni a fordulat. Ez meg szileringes lesz. Mi? Nem lesz? Magas is az alapjára. Mekkora volt? Akkor jó. Akkor mehetünk. Errefele állítsa. Igen, itt van egy kemping állítól. Aurél nevű repülős ember múzeum felé mutat a tábla. Egyébként a falu is az ő nevét viseli. Ki nem mondom a másik nevét, csak azt tudtam megjegyezni, hogy Aurél. Hello. Hello, welcome. Welcome. Thank you. Gábor? Peter? Peter? Hello, Csod. Aha. Motor, motor is kaput. Team, this team. Yeah. Transfogarás go and Transalpine go. And come here, from Hungary. Hello. Peter. Bencsik Tomás. Tomás. Go to Hungary back. Okay. And motor kaput, auto, hogy mondják a mentés, safety car auto come here Hungarian, okay. Here. Very macska. Aki akarja, megérti, így van. Aki nem akarja, meg nem érti. Felépítettük a házunkat újra. Újra meg újra. Megisszuk a sörünket, megyünk. Nem arra. Amarra, mert ott van a hűrdő, medancié. Oda néz. Jó napot kívánok. Aurél falva. Gyerekek, ezt hagyjuk a francba, ez csak egy öntözőgödör. Öntözőgödör. Nem lesz ez jó. Ó, ebbe bele kell ugrani, úgyhogy sajnos a kamerát addig átadom. Mindjárt visszaadom. De most megy a kamera, Gábor? Megyen, megy? Igen, megyen. Most tégedet vegyelek, vagy a szomszédba, Dacia-t? Nem vagyok rá jó. Dacia-t. Nem tudom, hogy a Gábor teste jobb, vagy annak a karosszériája. Mi? És itt a kemping. Itt a kis falusi kemping. Kis hintával, kis ugrált, gyerekugrálóval. Lakókocsikkal. És négy csodálatos babettával. Gábor, légy a lábod? Tudsz úszni? Eddig... belefullad! Menj ki! Ne gyere be! Én jól úszok, tiszai gyerek vagyok. De végül is leért a lába. Mártai gyerek voltam. Mi? Nem kaptál levegőt? Nem. Most a vízben nagyon nehéz ám víz alatt levegőt venni. Az első, itt az, csak Zsoltika? Milyen fasz a kis kukoricás van itt a hátad mögött? Csak így hajt a termés. Szedek egy pár csövet. Így van, estére főzünk kukoricát. Jó reggelt, jó reggelt. Itt volt a hangyafészkünk. A mi kis fészkünk, igaz, Tamás? Meg az övéké. Zsolti erő ebből nem kapott, meg úszta. Hangyákat. Mert én nekem még az oldaltáskába is belemásztak, itt volt a kajásom.
Elhúzom a nótájukat. Mondják a gatyába. A nagybüdös helyzet történt, hogy 1:20 értek ide a Szabolcsék az én autómmal. Akkor bepakoltuk a motort, meg Zsoltikát. Zsoltika Juniort. És ők elmentek haza. Már majdnem elaludtunk, szerintem lehet aludtunk is egy kicsit, amikor a hangyák elkezdtek a gatyába játszani. Aztán rájöttünk, hogy kematokszal fújjuk őket, meg kitakarítottuk a sátrat, kipakoltunk belőle mindent, hálózsákot kiráztuk, de szerintem csak csatát nyertünk, háborút nem, úgyhogy most gyorsan megkajálunk, és szerintem megpróbálunk innen is lelépni. Mi hamarabb. Nem indítjuk be a motorokat, nem ébresszük fel itt az embereket, mert hogy 5:30 van, hát az tulajdonképpen itt már 6:30. Ideje főkelni. És akkor most ugye 3-on maradtunk, és folytassuk, ahol abba hagytuk. Mi van? De a szivator jól működik neked? A szivator? Én nem is fordult a földhenger körbe. Segít! Na, sikerült a Tominak betolni a Barta Zsolti motorját. Zsoltika az most járassa. Azt indítottuk volna. Leugrott a biringalánc. Szászváros. Ezt a vonatot már megcsodáltuk. Egyszer. Idefelé, amikor a Fekete-tengerre mentünk. Orastie. Szereltük meg a Kárpetének a kerekét. Valahol itt lehet, emlékszem a benzinkútra. Átmentünk kereket pumpálni talán. Na, meg kell nézni a Fekete-tenger túrát. Újra. Nagyon szívesen. Jó reggelt, jó reggelt. Déva 16. A Badacsony. Nem kell húzni gáz? Kevés a sok a levegő. Elszegényedik, az megég. Benzinkúton megállunk. Simmering csere lesz. Azért nem indul a gép. Megy a motor gáz nélkül, tehát gáz nem kell húzni neki, az nagy baj. Túl sok a levegő, kevés az üzemanyag, elsoványodik a keverék, megég a dugattyú. Úgyhogy most nekiláttunk itt a benzinkúton, Petromkúton. Simmer inget fölveszük, meg a Simmer gatyát. Nem mondod? A gyújtás oldali Simmering? Nem. Nem, amit levöttél, ott volt a csapágy mellett. Most vette ki, Tomi. Összerakjuk még? Ügyes vagy. Van pillanat ragasztó? Egy pillanat. És akkor így összerakjuk. Mekkora körforgalom. Olyan devazsű érzésem van, Déván. Ott a vár.
ott a vár, de jó. Nem, mintha építenék. Már megint. Egy kis friss dévai levegőt nyomjál bele. És most egy mosoly ide nekünk. Ah, köszönöm, ezt szerettem volna. Hát igen, fiatal még, érted? Sikeresen leváltunk a Déva Aradi egyes útról, és Lugos felé vettük az irányt. Ezen az úton még nem jártunk, és Temesvár lenne a cél. Hátrában! Lugos előtt vagyunk egy kilométerre, állítólag. Jaj! Hiányzott a szerpentin! Nem is gondoltam volna, hogy itt ilyen utak lesznek. Nagyon jó! Egyszer csak ide jutottunk. Lugolj! Pont kikapcsoltam a kamerát, az az autós neki ment Zsoltinak. Hát hihetetlen. Egész lépésben előzte meg, tehát nem volt a sebességkülönbség. Szépen a tükör, az oldala le se szarta. Kiskékes. Egyébként meg Temes megyeibe átértünk. Na, akkor megnézzük ezt a repülőt közelebbről. Azt jól berakták ide. Az udvarba hallott. Marha jó. Elfogadnám. Ez ám a kihívás, ez az út típus, amelyiknek arra előre a végét se, arra hátrafelé se látod a végét se. Unalmas, egyenes, rohadt meleg, aszfaltcsék, amit végig kell gyömöszölni. Még jó, hogy a Tamás feldobja egy kicsit a hangulatot. A Dévai vár, Egri vár, a Temes vár. Nagyon vicces a koma. Ilyen olcsón még sose tankoltunk. Ezt voltunk benzinkutam. Amíg a főúton van, szörnyű meleg van. Nem megy le valami lázadásnál, addig mindig a főúton kell menni tovább, és ettől, hogyha lázadás van, akkor valaki ott van, hogy ott kell menni utána, ha le is marad valaki. Y-elágazó, és az Y-elágazóból a jobbos volt a főút, a balos volt a jártabb, meg a szélesebb. Lacikával mentünk lefelé, faló, ugye rendőr, menjünk innen nagyon gyorsan, mert utánunk jön. Y-elágazó, elmentünk, közben megemlékszünk. Romániai off-road élmények. Kész csokom. Ja, ez a benzinkút egy kicsivel jobb főszerzettségűnek tűnik, mint a legutóbbi. Alig vártam, hogy a falomban megérkezni. Így, ez még a nézőknek is jó esett. Hát még nekem.
40 kilométerre vagyunk Vízzombor előtt. Csanád. A fehérre meszelt fatörzsek. 260 kilométer. Nyomtunk le idáig. Hello, vissza jössz. Csomagos bica jössz. Több csomagja volt neki, mint a Tamásnak, he. Határ előtt vagyunk. Már ide is látszott. És megszorult a motorom. Hogy? Megszorult. Azért mondom, ennek nem volt jó hangja. Na, mert egy kicsit pihen, aztán jó lesz. Na, mit szólok én ehhez? Mit szóltok ti ehhez? Tényleg itt a határ, tehát egy kilométer vagy kettő? Már láttam a nagy zászlót. Ja. Na, várunk egy kicsit, hát, hogyha megengeszkedik. Bekapcsoltam. A szögény keverék. Te is megnyomtad? Én nem nyomtam meg. Vegyed már kamerával. Szóval, hogy milyen szögény a keverék. De szürke is a gyertya, tehát az a szürke, az már olyan, ilyen volt nekem is. Őszbarnának kéne legyen. Igen, őszbarnának kéne lenni, de mikor ennyire szürke, akkor szok... Keveset? Akkor szokott így megragadni. Ja, nem, akkor viszi a kosarat. Akkor viszi az a kosarat. A kosárnak azt a nem tudom milyen anyagát, azt a szürke anyagot elkezdi hordani. Üzemanyagot. Lehet, hogy egy picit nagyobb fogok. Itt van le egy kompresszió. Nem bírja. Hát ugye 63-asról főtt, kiszolgat 65-ösre. Már nem jó. És már nem jó. Aha. Már nem jó, tehát... 63-as kell. És csak meg most már forog ám körbe. Uh-huh. Egy helyen itt a... Ott fogja. Jó, hát indítunk aztán. Jó, próba cseresznye. Na akkor nézzük. Nézzük, hogy elengedte-e a szorulását. Kuma, milyen optimista, fővette a sisakját, nem? Igen, de hát... Majd benne ne akkor köljön. Igen, mert gépjárművet nem tolunk az úton, csak új sisak nélkül. Így van. A gyertyapipát, akkor mi volna? Hát akkor egy kicsit nagyobb volna az esély. Tedd már rá, légy szívesen, mert annyit ennél van. Ez de az hülyeség. Ez olyan, mint mikor én kiraktam biciklibébe, azt akkor kezdtem el tolni. Akarja. Kapkodja, és elindult. Ennyire közel, 2 kilométerre voltunk a határtól. Amikor szorulása lett a gépnek. Jó napot! Jó napot! Hogy hittem? Bősján, ez próbáltam szép arcot vágni. Jó napot! A motornak van valami papírja? Hát a zöld kártya. Mi az? Forgalmi? Az nincsen neki. Nincs a rendszám nélküli? Nincsen, persze. Nem mehetsz csak. Csak elétem mehetsz innentől. Köszönöm. Jókor mondod, Zsolti. Én még mindig hátra engedtem. Valami fagyizót kéne nézni Kiszombora. Üdvözöljük! Ide szarul meg. Ja, Kiszomboron vagyunk, és bármilyen hihetetlen, jó látjátok. Igen, ez egy fagyizó.
Akkor most már ne legyél transzba. Nem vagyok transzba. Jók legyetek. Egy bicikli úton. Menjünk ott? Nem tudom. De te arra mész. Én arra mész. De azért mondom, hogy Merikán a jó bicikli. Persze, egy darabig jó. Ahhoz nem jó, nem bicikli. Okay. Nem merem állítani, mert hogyha nem bírom betolni. Úgy van. Sziasztok! Ja! Aliho, majd beszélj! Oké, okay, a beszélőn. Beszélünk a beszélőn. Akkor itt a balra a bicikliút. Balra van a bicikliút. Hol van a bicikliút? Várja. Ellopták a bicikliútat. Sándorfalva, Szeged közti Bica út, ugye reggel is ezzel jöttünk pénteken. Most valamivel szomorkásabb a dolog, ugyanakkor vidám is. Már teljesítettük ezt a hatalmas ökörállatnak túrát. A szomorúság pedig az, hogy a motorom sajnos károsodást szenvedett. De ami szép benne, hogy haza akar vinni, úgy néz ki. Bencsik Tomi nagyon ügyes volt, a Zsoltik is, azt hiszem kihoztuk a babetából már megint, amit lehetett.